A benőtt köröm herpeszgyomorrontás újjávágás. Az Alperes valótlanul állította, hogy benőtt körömhöz, herpeszhez, gyomorrontáshoz, az új elvágásához is mentőt küldenek. A Felperes a helyreigazító közleményben kérte közzétenni a valóságot is aként, hogy a mentés irányítók szigorú szakmai protokollok és szakmai tudásuk alapján végzik a munkájukat, és amennyiben a segélyhívás során kideríthető, hogy a betegnek csak gyomorrontása van, vagy benőtt köröm miatt kér mentőt, a beteget más ellátási forma felé irányítjuk. Pesti kerületi központi bíróság épülete előtt vagyunk, ahol most nyertünk pert az OMS ellen, azaz a mentőszolgálat ellen, akik 14 pontba kértek helyreigazítást egy interjúra, melyet Lengyel Tiborral, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnökével készítettem el. A helyreigazításnak nem az a funkciója, hogy azon keresztül bárki nyilatkozatot tegyen. Erre Felperes esetében egy egyébként rendkívül jó kommunikációs képességekkel rendelkező Györfi Pál áll rendelkezésre, mint szóvivő, tehát az megfelelő terepe annak, hogy az egyet nem értését regisztrálja a közéletben a Felperes. Az interjúban főleg azokat a kérdéseket feszegettük, hogy milyen a helyzet a mentődolgozóknak, milyen juttatásokat kapnak, milyen környezetben kell dolgozniuk, mennyire megfelelő a mentőautóknak a felszereltsége, ellátottsága, és egyáltalán milyen körülményeket biztosítanak számunkra. Cikkben valótlanul állította, hogy idézőjel, a minősítés alapján a mentődolgozók bére fölfelé plusz 40%-kal, lefelé pedig mínusz 20%-kal elérítheti idézőjel az elmaga. A valóság közététele, hogy nem változhat, nem csökkenhet. Most azt mondta, hogy Védúr, hogy nem változik. Felperesi tényállítás az, hogy a Felperes nem csökkenti a mentőszolgálatban dolgozók bérét, bírói kérdése, Felperesi jogi képviselő. Nem vitatott az, hogy a jogszabály alapján csökkenthető a dolgozók bére, ugyanakkor a Felperes azt nem csökkenti. Az Alperes valótlanul állította, hogy idézője utasításba adta, hogy csak kerekösszegű, kerekliterre lehet megtankolni a mentőt, mert hadilábon állt a matematikával, és még kockás füzetbe vezette az elszámolást. Ez az utasítás ma, 2024. január 16-án is érvényben van még, és amikor rákérdeztünk, hogy nem lehetne ezen változtatni, akkor azt mondták, hogy nem. Ez így működött, és így is maradt, idézője bezárva. A Felperes a helyreigazító közleményben kérte közzétenni a valóságot is aként, hogy nem létezik ilyen központi utasítás. Ugye azt mondta az interjú alany, hogy ez az utasítás változatlanul hatályban van. Mi az, amit valótlanul állított ebből? Ugye valóságként azt kéri közéteni, hogy nem létezik ilyen központi utasítás. Igen. Azt mondja a cikk, hogy ez központi utasítás? Miről rögzíti, hogy a 14-es számú közlés tekintetében a cikkben rögzítettek szerint Nagykátán az 1960-as években egy műszaki gondok, aki kockás füzetbe vezette az elszámolást, azt az utasítást adta, hogy kerekösszegű kerekliterre kell megtankolni a mentőt. Azon bírói kérdése, hogy ezen közlés tekintetében mi volt az interjú alany valótlan tényelőadása, Felperesi jogi képviselő. Én nem tudok arról, hogy ilyen utasítás lenne. Nem tudok arról sem, hogy az 1960-as években lett volna ilyen utasítás. Ha viszont volt, akkor az nem központi döntés volt. Előkerült ez a hot topic is, amit a mentőszolgálat vitatott, hogy Budapestre felvezényelnének vidéki mentőautókat azért, hogy működtetni tudják a budapesti ellátást. A per során megállapították, hogy ebben is igazunk volt, ergo feljönnek Budapestre a mentőautók. Az Alperes a cikkben valótlanul állította, hogy idézője, most már ott tartunk, hogy az ország legtávolabbi szegletéből is gondolkodás nélkül hívnak kollégákat, és most már napi szinten reggelente még egy autót vezényelnek fel indokolás nélkül. Épp a tegnapi napon kaptam olyan információt, hogy a közép-magyarországi régió összes mentőállomásáról fölrendeltek autókat, idézőjel bezárva. A Felperes a helyreigazító közleményben kérte közzétenni a valóságot is, aként, hogy idézőjel.
Az OMS országos hatáskörű intézmény egy terület aktuális megerősítését a működési adatok folyamatos monitorozása és elemzése alapján végezzük úgy, hogy egyetlen másik terület, vármegye vagy országrész mentőkapacitása se gyengüljön. A hármas közléshez kapcsolódó valóság közlésből az látszik, hogy nem vitatott az a felperes részéről, történnek felrendelések Budapestre. Lassan 10 éve jelen van, hogy mentőegységeket Budapestre rendelik fel. Nem vitatott. A budapesti mentés a vidéki mentőautók nélkül rég bedőlt volna. Ez így vitatódzik, ha most már napi szinten reggelente még egy autót vezényelnek fel. Ez a Nagykátaljai állomásra vonatkozik, ahol azt mondja az interjú alatt, hogy korábban is az ott levő 6 autóból egy mindig fel volt rendelve, most meg már napi szinten egy második is fel van rendelve. Ez nem így van? Miről rögzíti, hogy a cikkbeli interjú alapján a Nagykátaljai mentőállomáson 6 autó teljesítene szolgálatot, amelyből reggelente 2 van rendszeresen felvezényelve Budapestre, bírói kérdésre, felperesi jogi képviselő. Nem tudok arról nyilatkozni, hogy ez megfelel-e a valóságnak, így nem tudok arról nyilatkozni, hogy Nagykátán hány mentőautó teljesítene szolgálatot, illetve hogy abból mennyi kerül felrendelésre. Az átlátszót 14 pontban perelte az OMS, és mind a 14 pontban nekünk adott a bíróság igazat. Kihirdettem a bíróság ítéletét. A bíróság a keresetet elutasítja. Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperestnek 355.600 forint per költséget. Felhívja a bíróság a felperest, hogy 36.000 forint illetéket az állam javára az állami adó és vámhatóság által közzétett illetékbevételi számlára az esedékesség napjáig fizessen be.